Érkezzék a Megasztár színpadára Kűja Szonya. Szonya, megérdemled ezt a tapsot. Hát én ugyan nagyon-nagyon igyekeztem az egész verseny során tartózkodni a nagy kijelentésektől, de ha már ez a szó úgy egyszer elhangzott, vagy talán többször is ebben a zsűriben, akkor én most először mondanám azt, hogy ez világszínvonal. Nagyon szépen köszönöm. És csak még egy pár szó, mert az én szememben és az én ízlésem szerint a megjelenésedtől, tehát a kezdettől, a mondjuk ugye a castingoktól kezdve olyan meredeken és egyenes ívben jössz fölfelé, illetve egyenes ív ilyen nincs, tudom, geometria, szóval egyenesen jössz fölfelé, hogy most én azt mondom, hogy talán a ma este a legjobb produkcióját hallottuk. Borzasztóan tetszett, és gratulálok. Hát tényleg nagyon nehéz itt ma este a helyzet, mert mindenki fantasztikusan produkál, és te is elképesztő jó teljesítményt nyújtottál. Egy pici megjegyzést megengedsz, hogy két nagyon jó csaj húzta ott a hátad mögött, és ezt a többieknek is mondom, hogy ilyenkor biccentsetek már arra felé, hogy köszönjük szépen, hogy mögöttünk húztátok. Mert ez egy fontos dolog ilyenkor, hogy nem csak egyedül vagy, hanem még vannak mögötted. Köszönöm. Hát megmutatta, hát mutatott rájuk. Akkor az én figyelmemet elkerült. Tényleg, tényleg. Én meg is tapsoltam a lányokat. Lehet, hogy lenéztem. Én azzal kezdeném, hogy nem tudtam nem észrevenni, mert nagyon szép vagy. Szerintem ez a ruha, ez nagyon jól áll neked. Szerintem ez egy fontos nem dolog. Igaz. Nagyon szép vagy. Micsoda udvariatlan dolog ez, hogy a ruha. Hogy a ruha jól áll. Hogy az hogy nagyon szép vagy, mert a ruha jól áll rajta, mint a ruhának hát köszönhet. Kettő, szép igaz. Lány. Gratulálok. Hát micsoda.
Meg tetszettek az improk, amiket beletettél ebbe a dalba, viszont azt akarom mondani, hogy körülbelül annyi idős voltam, mint te, amikor ez a dal először kijött a Blacktől, és én akkor nem értettem a szöveget, és picit már úgy értem, hogy nem éltem át a szöveget. És egy kicsit az volt az érzésem, hogy lehet, hogy te sem érted, mert hiszen ez arról szól, hogy ez egy gyönyörű, gyönyörű szép élet, és nincs értelme rohanni, nincs értelme nevetni és sírni, mert ez úgy, ahogy van, tökéletes, és az nem biztos, hogy átjött az előadáson. De azért szép volt, klassz volt, meg szép a ruha, meg eljössz. És ő is szép. Nem kell feltétlenül a zsűrinek mindig mondani valamit, hogy időnk is eltelt, úgy volt jó, ahogy volt. Gratulálok, tovább jutottál. Eddig mindig volt valami kis baja a zsűrinek, valamivel most viszont mind a négyen megszavaztak neked egy hatalmas igent, úgyhogy gratulálunk. Szuper, nagyon jó volt. Nagyon szépen, köszönöm. Szia, csatlakozz a többiekhez.